Szeretettel köszöntünk minden kedves testvért, minden érdeklődőt. A mai alkalommal is elővesszük Isten igéjét, és ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy kinek vagyok én a fele barátja? Kinek vagyok én a fele barátja? A Mózes könyvében is már ezt kijelentette Isten, de mi most a Jézus szavaival fogjuk átgondolni ezt a gondolatot, a felebarát kérdést. A Máté evangélium a 22. részt keressük ki. A 22. rész 35. verstől. Máté evangéliuma 22:35-től. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Eddig van ez az ige, ami nagyon komoly kérdéseket vet föl. A Bibliában így írják, hogy ez a nagy parancsolat. Nyilván vannak kis parancsolatok is. Most akkor a nagy parancsolattal foglalkozunk. Nyilván, hogy az Isten iránti szeretet és a másik ember iránti szeretetnek a kérdésével. Bár keresztény Európában élünk, és a mi országunk is keresztény kultúrájú ország, amiért nagyon hálásak is vagyunk, de mégis hiányzik az Isten iránti és az felebarát iránti szeretet. Az emberek nagyon bezárkózottak lettek, önmagukkal törődők, a saját karrierjük, a saját biztonságuk és a saját jólétük a legfontosabb. Kihaló félben van az egymás segítése, az egymás iránti részvét kimutatása, a betegek meglátogatása, az emberekkel való törődés, a szomorú szívűek vigasztalása. Leginkább, ami hiányzik, az az önzetlen szeretet, amely kész áldozatot hozni, amit így mondunk, hogy áldozat kész. Pedig az Úr erre tanította mindazokat, akik hozzám mentek. Ez a törvénytudó, a gazdag ifjú, és sokféleképpen olvashatunk farizeusokról, írástudókról, akik ismerték az írásokat, és keresték az üdvösséget, Isten országát. Nagyon jóindulatú, kedves emberek lehettek, és ugye ez a törvénytudó fölteszi a Jézusnak a kérdést, hogy azt mondd meg, Mester, hogy melyik a nagy parancsolat. És Jézus nagyon világosan válaszol, az első nagy parancsolat, a legelső, hogy szeresd az Urat, innen indul ki minden, a te Istenedet. Nem a bálványokat, nem másoknak az isteneit, hanem a te személyes Istenedet, aki kijelentette magát neked, aki kiválasztotta Izrael népét magának. Szeresd az Urat, mert ő a te Istened. A másik pedig ugye hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. És én még a következő verset hozzáolvasnám, egy két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ez nem véletlenül van itt, ez nem csak ide lett biggyeztve, hanem Jézus ezt azért mondta, mert egy törvényt ismerő
Mózes törvényében jártas valaki kérdezte meg őt a legnagyobb parancsolatról, és Jézus azt mondja, hogy ha nem teljesíted be a két parancsolatot, akkor se a törvényt, se a prófétákat nem ismered igazán, és nem teljesíted be. Tulajdonképpen itt több jellemzőjét vehetjük és figyelhetjük meg, hogy mire is gondol Jézus a felebarát szeretetbe, milyen is a hívő felebaráti szeretet. Aki a megváltásban részesült, aki az Úr gyermeke, annak meg kell újulni naponta a felebaráti szeretetbe. Megkérdezheted, hogy kicsoda a felebarátom. Nekem most ugye Sándor a felebarátom, mert itt ül mellettem. Nekem pedig Ági a felebarátom. Az, aki a legközelebb van hozzám, nem aki a rokonom, nem aki az ismerősöm, aki a családom tagja, vagy a baráti köröm tagja, akit Isten mellettem aznap letesz. Meg kell újulni az Isten iránti szeretetben, a feltámadott Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten közösségébe. Mert minden ezen múlik, ha szeretem az Urat, ha a szívemben az első helyen van az Úr, ha az életem központja az én megváltó, feltámadott Jézus Krisztusom, akkor a Szentlélek naponta betölt az iránta való szeretettel, és ha betöltött az iránta való szeretettel, vagy így is fogalmazhatnék, ha be vagyok töltve az iránta való szeretettel, akkor a felebarátot észreveszem, aki mellettem van, akkor cselekvő keresztjén leszek, aki nem csak tudja a törvényt, nem csak idézni tudja a prófétákat, vagy az Új Szövetség bármelyik könyvét, hanem aki a fele barátját cselekvően szereti, és azt adja, amire szüksége van. Minden az Isten és az emberek iránti szeretettől függ. Aki az Úr megváltott gyermeke, az meríthet Isten szeretetéből, és azt továbbadhatja az embereknek. Sokféle bizonyságtételt hallunk, nagyon hangos bizonyságtételeket, nagyon látványos dolgokról beszélnek az emberek, de onnan lehet megtudni, hogy valaki valóban be van töltve Isten szeretetével, hogy nagyon fontos számára a fele barátja, aki felé Isten szolgálattal bízta meg. Jézus szeretete mindig önzetlen szeretet volt, és mindig másokra irányuló szeretet volt, másokért lévő igaz szeretet, és úgy volt jelen ebben a világban, hogy meghozta a legnagyobb áldozatot, az életét adta az emberért, a kereszten meghalt értünk, de jelen volt az ő szeretete a Golgotán, jelen volt az ő szeretete, amikor már feltámadt és megkereste a tanítványait, akik elszélettek, jelen volt az Úr szeretete, amikor a misszió parancsot kiadta, hiszen azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. A hívő ember célja, amit Jézus tűzött elé, az az, hogy mondjátok el az embereknek, adjátok tudtokra mindazt, ami Isten szeretete, és Isten legnagyobb szeretete. Ő úgy szeretett, hogy az ő fiát adta az emberért, hogy ne halljon meg, hogy ne kárhozzon el, hanem üdvössége legyen.
nagyon csodálatos szeretet az, ami Jézusban van, és ez az örök szeretet. A megdicsőült Jézus az Atya jobbjára ült, és királyi dicsőségben ott van az Atya jobbján, és mégis értünk könyörög szüntelen. Irgalmas szeretete mutatkozik meg ebben is az elveszett bűnös ember iránt. Ismered-e Jézus szeretetét, azt az önzetlen szeretetet, amely nem függ emberektől, nem függ a körülményektől, nem függ dolgoktól, hanem örök szeretet, Isten országát is, ez az örök szeretet az, ami betölti, átjárja. A szeretet az alapja a felebaráti kapcsolatnak, és ez a szeretet Isten parancsa. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Úgy szeresd, és úgy gondoskodj a felebarátodról, mint ahogy önmagadról gondoskodsz, ahogy magaddal teszed ezt. Erről szól az evangélium, erről szólnak a proféták. Isten gondoskodó szeretetéről minden ember iránt. Isten szeretete, örökkévaló szeretet és megismerhető szeretet, megtapasztalható szeretet az ő fiában, Jézus Krisztusban. Isten szeretete, gondviselő szeretet. Az ő szeretete, gyógyító szeretet. Az ő szeretete, üdvözítő szeretet. Ő nem az igazakért jött, hanem hogy a bűnösöket hívja a megtérésre, a legelesettebbeket, a legrosszabbakat, a legtávolabb lévőket. Azok tudnak igazán szeretni, akik Krisztusban újjászülettek, és ez az új élet ebben a szeretetben lesz láthatóvá. Mik is ezek a jellemzői a felebaráti szeretetnek? Az újjászületett embernek a legjobb felebarátnak kell lennie. Olyan embernek, akiket mindenki a közelébe szeretne tudni. Természetesen tökéletlenek vagyunk mi emberek, de törekednünk kell a fele barátunk iránti szeretetre. Nem csak szóban, nem csak simogatásban. Most nagyon divatos ez a simogatás, ami nagyon jó dolog, de cselekedetben kell, azt kell adni, amire a fele barátomnak szüksége van. Zárójelben megjegyzem, most volt a ölelgetésnek a világnapja. Ölelés világnapja, igen. Tegnap a szitem. Tehát mindenképpen törekednünk kell a fele barátunk iránti szeretetre. Arra kell mindig emlékeznünk, amit Isten igéje mond a fele baráti létről, és ezeket a dolgokat gyakorlatban is alkalmazni kell. A Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy hogyan kell bánnunk a fele barátunkkal. Ezt mondja Jézus ennek a, ki hozzáment törvénytudó embernek, hogy szeresd fele barátodat. Ez egy parancs, és elég magas mérce is. A Szentírás szerint a fele baráti szeretet az királyi törvény. Ez az egy parancs mindent lefed, mert ha szereted a fele barátodat, akkor minden mást is megteszel, minden mást is szeretsz, és a bűntől távol maradsz. És ezt mondanék ki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a nagy első parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat,
e két parancstól függ az egész törvény és a proféták. Olvastuk az ígében a Máté 22.37-től 40-ig. Tehát a törvényt csak úgy lehet betölteni, ha a szívünk a Krisztus szeretetével van betöltve. Akinek a szíve be van töltve az Úr szeretetével, annak a szívéből kiárad az emberek iránti szeretet. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjával, olvassuk az igében, és ezért nagyon fontos az, hogy valóban ne legyünk részrehajlók, hogy az egyik embert szeretjük, azért mindent megteszünk, kivételezünk, a másikat pedig elutasítjuk, vagy észre se vesszük. Ezt ugye részrehajlásnak mondjuk, és a részrehajló ember bűnt követ el, a törvény elítéli, mint vétkeseket, a részrehajlókat, olvassuk a Jakab apostol levele második részében. A másik dolog, amit itt megemlítenék, hogy szolgálj a fele barátodnak. A fele baráti szeretethez hozzátartozik, hogy szolgálom a másikat, és a szükségletei kielégülnek. Ez egy nagyon fontos igazság, hiszen az Úr minden hívő embert mások szolgálatára hívott el, nem szóval, nem beszéddel, hanem tettekkel szolgáljunk. Így kell kimutatni a szeretetünket, így lesz valóságosan látható, úgy, hogy a világi javainkat is megosztjuk az emberekkel, amikor látjuk a szükségeiket. A hívő ember, a Krisztus gyermeke nagy lelkű, és nem csak a pénzével, nem csak az erejével, hanem az idejével is, amelyet Isten ránk bízott. Egyikünk se tudja, hogy mennyi időt kapott itt a földi életében, de nagyon sokszor nincs időnk a fele barátra. És úgy gondoljuk, hogy vannak ennél fontosabb dolgok. Az Úr azt mondja, a nagy parancsolat, hogy szeresd Isten, és szeresd fele barátodat. Tehát az ember lényének a középpontjába kell lenni. Igen. Az Isten szeretetének. Nyilván, hogy ez egy bensőséges szeretet, nem csak egy válasz, mert valaki jót tett velem, hanem ez. Igen. Ez az Úrból merétek, és van szeretetem, és ez több, mint az emberi szeretet. Ez teljesen más szeretet, más az indítéka is, és más az ereje is. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvébe, hogy ne mondd a fele barátodnak, menj, és gyere vissza holnap, majd akkor adok valamit, ami nálam van. Példabeszédek harmadik részében olvashatjuk, aki szükségben van, annak azonnal kell, hogy kenyeret kapjon, azonnal kell, hogy segítséget kapjon. Aki megveti a fele barátját, az bűnös, olvashatjuk szintén a példabeszédek 14. rész 21. versébe, de boldog, aki kegyes a szegényekhez. Ne hagyd el a fele barátodat és atyád barátját, tanít a példabeszédek könyve 27. rész. Nagyon sokszor megszakadnak a kapcsolataink, akik közelvalók voltak, távolvalókká lesznek, mert az emberi kapcsolatok föllazulnak. Krisztus minden emberért meghalt, és mindenkivel törődik, és amikor imádkozunk, és kérünk, ugye mondja az ige, kérjetek, és adatik néktek,
akkor Jézus számon tartja a kéréseinket, és nem hagy magunkra, nem szakítja meg velünk a kapcsolatot, bár sokszor megérdemelnénk, de az ő szeretete sokkal nagyobb, hatalmasabb, irgalmas és örökkévaló. Aztán, ami még a felebaráti szeretetre nagyon jellemzőnek kéne lenni, hogy hívjuk be a felebarátainkat a mi házunkba, osszuk meg az otthonunkat. Az istenfélő felebarátnak vendégszeretetet kell, hogy mutasson. Ezt olvassuk Péter apostol leveléből, hogy némelyek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Mindenkit szeretettel kell várnunk, tekintet nélkül, hogy kiáll a kapunkba. Igen, és ez a vendégszeretet más helyen is hangsúlyt kap, és ha összehasonlítjuk a mai világgal, hogy a mobilon keresztül történő szeretet nyilvánul meg, de fontos az, hogy az emberek találkozzanak. Nem elég egy online istentiszteletet megnézni, a gyülekezet tagjaival is találkozni kell, mert hát ebben a találkozásban az Úr is jelen van. Igen. Tehát a vendégszeretet nagyon fontos, a kapcsolat fontos. A felebaráti szeretet azt jelenti, hogy gondoskodom rólad. A testedről, a lelkedről, a szellemedről, amiben szükséged van. Nem érdekel, hogy honnan jöttél, az sem, hogy tudsz-e cserébe valami más segítséget adni, vagy nem. A felebaráti szeretet, önzetlen szeretet. És nagyon csodálatos dolog az, hogy ha az Zákeusra gondolunk, Jézus azt mondta, hogy megyek a te házadhoz, ma a te házadnál kell nékem lennem. És Zákeus boldog volt, megnyitotta a háza kapuját. Ez az igazi vendégszeretet. Igen, igen, ami Jézus számára is szólt, és az emberek számára is. Aki csak jött, mindenkit befogadott. Ha ezt a vendéglátó szeretetet az otthonunk megosztására képesek vagyunk és készek vagyunk, akkor nagyon nagy áldásában részesülünk az Úrnak. Itt az ige, ugye erre tanította Jézus ezt a törvénytudót, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat. A szeretet nem rója fel a gonoszt a felebarátnak. A szeretet mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. A felebaráti szeretet nem mérce szerinti szeretet, hogy ennyit adok és többet nem, hanem olyan szeretet, amelyik újra és újra Isten kegyelmét, irgalmát továbbítja az embereknek. És itt megjegyezném azt, hogy ez az önmagunk szeretése, ez egy nagyon fontos gondolat, de állandóan kísérti az önző szeretet. És hogy ezt megkülönböztetni a lelkünkbe, hogy itt az önzés nem szűrődik-e bele, nem nyomja el az Isten szerinti szeretetet? Én egy nagyon szerető családban nőhettem fel, az édesanyámban nagyon-nagyon nagy szeretet volt, és megtanított bennünket szeretni. Az 50-es évek elején egy-egy csokoládé, egy-egy cukorka nagyon ritka kincs volt. Az ő szeretete mindig kiterjedt arra, hogy valamit hozzon. Ketten voltunk testvérek, egy másfél évvel idősebb nővérem volt, és egy szem savanyú cukorka volt, amit tudott szerezni nekünk, és letette, és azt mondta, ketté kell vágni, meg kell osztani. Egészen pici gyerekkorom óta
ő tanított meg arra, hogy ami van, azt a körülöttem lévőkkel meg kell osztani. És soha nem felejtem el azt sem, amit édesapámtól tanultam. Az életünknek volt, gyermekkorunknak egy szomorú időszaka, amikor édesanyám halálos beteg volt hosszú ideig, kórházi ellátásra szorult, és mi akkor egy felekezeti intézetbe kerültünk. Apukám úgy látta, hogy az a legjobb gondoskodó hely az ő két gyereke részére, és amikor elérkezett a látogatás, mivel árva gyerekek voltak ott, senkihez nem jött látogató. Csak hozzám és a nővéremhez jött az édesapám. És akkor a cukrászdából hozott egy hatalmas nagy tepsi krémest. Hát édesapám megérkezett a nagy tálca krémesekkel. Annyi krémes volt, ahány gyerek volt az árvaházban, és ahány diakonissa néni. És akkor mondta az egyik diakonissa, de hát ezt a két gyerek nem tudja megenni, azt mondja, nem is nekik hoztam. Én minden gyereknek hoztam. És amikor édesapám jött látogatni, minden látogatáson ott volt, akkor minden gyereknek hozott. Soha nem lettem volna az az ember, ha én nem ebbe a felebaráti szeretetben növök fel, és látom azoktól, akik engem körülvettek. Nagyon nagy felelősséggel tartozunk, hogy hogyan éljük az életünket, hogy a gyerekeink, az unokáink mit látnak, hogy Isten szeretete egy beszéd az életünkben, vagy valóságos jelenlét, és éppen ezért a fele barátainknak helye van a szívünkbe, helye van az életünkbe, az otthonunkba, és azok az emberek, akik szükségben vannak, azokkal örömmel osszuk meg azt, amit mi Istentől kaptunk. Nem lesz vele kevesebbünk. A felebaráti szeretet nagyon nagy ajándék. Nagyon boldogak lennénk mindnyájan ebben a világban, akik élünk az országunkba, a városunkba, az utcánkba, hogyha ez a felebaráti szeretet ott lenne, mert akkor minden ember biztonságban lehetne. Régen, fél évszázaddal ezelőtt a vidéki közösségekben, különösen a kisfalukban voltak idős, egyedülálló asszonyok, akik megőzve gyűltek, senkiük se volt, de a falusi emberek soha nem hagyták magukra őket, hanem minden nap látogatták, ellátták őket. Ez már ma kihaló félben van, meg kell benne újulni. Krisztus erre tanít ma bennünket, hogy szeressük fele barátunkat, legalább úgy, mint saját magunkat. Köszönjük az elmondott gondolatokat ezzel az igével kapcsolatban. Még tovább gondolkozhatunk, hogy mit jelentenek ezek a szavak teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből szeretni. Az Úr legyen velünk.